Balatonkenesén zsúfolásig megtelt a kultúraházának tetőtere a Magyar Kultúra napján. Nemzeti imádságunkat 1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc csekén. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük nemzetünk szellemi értékeit. Az esemény kezdeteként az Öböl Televízió archívumából készült összeállítással elevenítették fel a szervezők az elmúlt évek rendezvényeinek hangulatát. Az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, szólt arról is, hogy a város lakói nélkül nem lehetne ilyen sikereket elérni a közművelődés területén. Ünnepi beszédet a város polgármestere mondott. Tömör István a magyar kultúra ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Magyar kultúránk, hagyományaink ápolása nem magyarkodás. Amikor megemlékezünk dicső nagyjainkról, vagy egy-egy történelmi eseményről, akkor tiszteletből cselekszünk. Tiszteletből őseink iránt, és példát mutatva a jövő generációjának. Rajtunk áll, hogy félváról vesszük-e kötelességünket, vagy teljes melszélességgel kiállunk hagyományaink mellett. Himnuszunk születése napját, január 22-ét, legújabbkori történelmünk avatta a Magyar Kultúra napjával. Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, amely egy kicsit megkülönböztetett bennünket más népektől. Nem különb és nem több, mint más nemzetek kultúrája, de mégis különös töltettel bír. Nemzet megtartó erővel, amely összeköt bennünket. A műsor részeként a Kipkop óvoda és bölcsöde, Csipet csapat csoportja népi motívumokkal átszőtt koreográfiát adott elő. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts felé a védőkat tengerén kínjának. Tudnod kell, uram, hisz minden tudó vagy. Nem akartunk mi semmi más, csak élni, szántani, vetni és remélni. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, hallod kell. A nagyobbak, a Pilinszky Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai zenés-verses összeállítással készültek. A rendezvényen Sörédi Györgyné önkormányzati képviselő köszönte meg a közművelődési intézményben dolgozók és segítőik áldozatos munkáját. Az European Operett produkció tagjai is felléptek, Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország címmel verseket szavaltak a művészek, és az operett irodalom legszebb műveit adták elő.